önöket ott fejezem be, ahol a szocialisták abba hagyták. Ők maguk is rendet akarnak, mi magunk 2010 óta szorgalmazzuk a városvezetésnél és maguknál a taxis társaságoknál is, a taxis egyéni vállalkozókkal is kapcsolatot tartva azt, hogy végre szülessen egy rendelet. 2010 óta, 2000 óta semmiben változott ezen a piacon, így tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy a szocialisták okozták azt a káoszt, ami jelen pillanatban tapasztalható Budapesten. Mi előremutató rendeletet akarunk, amely mindenféleképpen a főváros egészét, az itt élő lakosság és az ide látogató turisták érdekeit képviseli. Egységes arculatot szándékozunk, emellett állunk ki, és egységes műszaki követelményeket, mert ezek igazán azok a szempontok, amelyek megteremtik az utazók, a taxi szolgáltatást igénybe vevők biztonságát. Egységes, átlátható fix tarifát szándékozunk, vagy amellett azt képviseljük, pontosan azért, hogy A-ból B-be, ha valaki a szolgáltatást igénybe veszi, akkor az legyen éjjel-nappal délután, az mindig ugyanazon az összegért fogja a szolgáltatást megkapni. Felmérhetetlen károkat okozna az, ha ez a rendelet a mai ülésünk során nem kerülne elfogadásra, ugyanis számtalan taxis abban érdekelt, vagy arra várt, erre a rendeletre várt, hogy végre új gépkocsiba ülhessen, de ezt nem tehette meg, mert nem volt biztos, nem voltak biztosak a paraméterek. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy 2010 óta a Jobbik folyamatosan egyeztet mindenféle, vagy a piacon jelen pillanatban megtalálható taxis szolgáltató cégekkel és taxisokkal egyaránt. Azt is látni kell, hogy az utazás szervezők jó szerintem az egész piacot uralják, a taxis társadalom teljes bevétele, vagy annak 70%-a az utazás szervezőknél csapódik le, és nem csodálkozhatunk azon, hogy maguk a taxis gépkocsi vezetők úgymond a megélhetésükért küzdenek. A rendelet tekintetében mindvégig, minden folyamatát látva, a Jobbik mindig megtette azokat a szükséges módosító javaslatait, amit szükségesnek tartott. Így a március 27-i közgyűlésen beterjesztett napirendi ponttal kapcsolatban is leadtuk a javaslatunkat, azt már úgy fogadta el a jelenlegi városvezetés, hogy be is épült a rendeletbe. Ez az elektromos és hibrid autókra vonatkozó teljesítménykövetelmény, amely egy egységes egészet képez. Most is beadunk két módosítást helyben osztott anyagként. Ennek az egyik oldala az, hogy 2015-től minden év március 31-én kerüljön felülvizsgálatra a tarifarendelet, amit eddig a szocialisták ugyebár mondják, hogy ők rendeletpártiak, mindezidáig nem tették meg, tehát ki se alakulhatott volna ez a helyzet, hogyha egy ilyen éves terminológiát megfogalmaztak volna. A másik a taxisok életbiztonságáról szól a módosítónk, amely azt jelenti, hogy vannak bizonyos olyan velük szemben elkövetett bűncselekmények, amit mindenféleképpen mi javasolunk ezügyben módosítani, tehát hogy nagyobb biztonsággal végezzék a szolgáltatásukat. E tekintetben egy olyan javaslatot fogalmaztunk meg, hogy ez az úgynevezett előkészítő tanulmány 2014 őszére készüljön el, és tulajdonképpen utána megkezdődik erről a szakmai vita. Nagyjából, amikor ez lezajlik 2016-tól, már egy nagyfokú biztonság mellett közlekedhetnek a gépkocsik Budapesten.